Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2024. április 9. napján ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság ma a bitcoin piacokon. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dűnyögései. Szolgálati közlemény, jelenleg a Csárpánk Street Discord csoportba felvétel nincsen, van most ott elég tag, akit becsülettel el tudok látni, és alapvetően nem szeretnék ennek egy ilyen nagyon izzadságszagú, hipari jelleget tulajdonítani. Azért ez az egész csatorna, meg influencerkedés, meg Chartmark Street, ez inkább hobbi, mint szakma, úgyhogy jelenleg belépni a csoportba nem lehet, hogyha a jövőben szeretnétek csatlakozni, akkor dobjatok nekem egy e-mailt a chartmarkukacprotonmail.com e-mail címre, és amikor valaki kilép, vagy van egy üresedés, akkor szívesen veszem, hogyha frissül a tagság néhány színes itt az elmúlt napokból, nézzük, hogy mit tartottam érdekesnek. Jamie Diamond entered the chat, A JP Morgan nagyhatalmú vezetője, tegnap elég súlyos kijelentéseket tett, amíg az egész világ azt számolgatja, hogy mikor következik el az idénre betervezett év elején még 6 darab kamatcsökkentés. A Jamie Dimon azzal állt elő, hogy hát ő nem tartja elképzelhetetlennek azt sem, hogy nem, hogy kamatcsökkentések nem lesznek, hanem a Fed tovább emeli a kamatokat egészen a 8%-os szintig. Én azt mondom, ez kemény lenne, de Jamie viszont nagy tudású bank szakember, meglátjuk, hogy mi lesz ezzel a jóslatával. TLDR a rizikos eszközöknek nem biztos, hogy jó tenne, meg úgy a gazdaság egészének egy 8%-os USA dollár kamatszint a dollárt baromira beerősítené, az összes egyéb globális devizát baromira begyengítené, és egy olyan risk hullámot, Okozna a piacokon, amilyet nagyon-nagyon régen nem láttunk már a világgazdaságban. Ismét 70 ezer dollár fölött van a Bitcoin, úgyhogy szerintem érdemes megemlékezni erről a 2022. áprilisi szán cikről, ahol bizonyos Harry Potit a Bitcoinnak a kedvelőit, egész egyszerűen pszichopaták jelzővel illette, akik senkivel és semmivel nem törődnek, és mindezt valami tanulmányal is alá támasztotta, úgyhogy innen is üdvözlöm a Bitcoin fan kollégákat. Tudjuk magunkról, hogy pszichopaták vadállatok vagyunk. They literally just buy Bitcoin, and you see them in their throwing, they're buying apartments, cars, bees, throwing around money, acting like the cockwalk. It's like, what'd you do? Oh, I bought Bitcoin. Oh, nice. Sixty-five thousand for Bitcoin. Bitcoin depresses me. És hát még egy érdekesség, itt van ez a szimpatikus, bongyöri fiatalember, még talán egy pára emlékeznek rá, akik akkora og a piacon, hogy 2021-22-ben is itt voltak, úgy hívják az úri embert, hogy Sam Bankman Fried, és hát pár évvel ezelőtt kijelentette, hogy a bitcoinnak nincsen jövője, mint fizetési hálózat. Őnek is köszönjük szépen ezt a jóslatot, ő már egy szebb helyen van, mi pedig 70 ezer dollár fölött nézzük is a grafikonokat. Mielőtt a szokásos konszenszió grafikonokra ránéznénk, ezen a swing idősávú 4 órás csárton fogunk kezdeni, ahol alapvetően forgalmi viszonyok alapján nézem a piacot. Amíg emlékeztek rá, ezt a csártot már mutattam akkor, amikor ez a három hetes forgalmi értékzóna kialakult nekünk, és akkor jeleztem, hogy ezek olyan szép, szimmetrikusan alakultak ki, akkor még itt jártunk fölül, hogy ebből simán tudok elképzelni egy ilyen oldalazó mozgást, egy ilyen oldalazó csatorna jellegű mozgást, ahol ezek fogják meghatározni a csatornának a két szélét és a közepét, és hát bizony ez eddig nagyon szépen működik, ott indult egy korrekció, ahol gyakorlatilag ennek a csatornának az aljáról sikerült felpattanni a bitcoinnak, a mediánra is végig szépen reagál, és folyamatosan ebben a zónában oldalazik. A jelenlegi mozgásnál azt látjuk, hogy ismét itt vagyunk a csatorna tetejénél, és látszik is, Némi konszolidáció, azt látjuk, hogy itt a csatorna tetején a forgalom az elfogyni látszik. Ez a gyakorlatban egyébként nem olyan nagy baj. Itt azt látjuk, hogy az emelkedésben volt bőven forgalom, volt bőven elő. Az pedig, hogy a, ez a csökkenés egy csökkenő forgalom mellett következik be, ez alapvetően forgalmi elemzés alapján azt szokta jelenteni a piacon, hogy itt nem eladók lépnek be, hanem inkább a vevők fogynak el, és hát azt hiszem, hogy ez a fajta mozgás, ez megint validálhatja azt az elképzelést, hogy bizony itt en, ebben a zónában, ebben a nagyjában egészében 73 ezer és 61 ezer dollár közötti zónában oldalazik most a bitcoinnak az árfolyama. Ez egy ilyen konszolidációs szint, már említettem korábban, én ezt egy marhára longos dolognak tartom, hogyha itt az korábbi all time high szinten egy mélyebb korrekció nélkül tud a piac oldalazni és kvázi felfrissíteni magát, tehát régebbi alacsonyabb beszállókat kimosni a piacról és föltölteni a piacot itt ezen a szinten átlagára beszálló új szereplőkkel, az az év második felére egy iszonyatosan longos szignál lehet. Most jelenleg azt látjuk, hogy forgalmi szempontból itt vagyunk, pontosan ezt a, a négy héttel ezelőtti point of control szintet vettük ki a tegnapi napon, ez itt volt 72.100 dollárnál, mert ezt a Charpang Street Discord csoportban én célárként meg is jelöltem ebben a mozgásban, és bizony ezt meg is csináltuk, most lefele gyakorlatilag itt a csatorna mediánunk 67.000-nél van, és ez szerintem az érdekes szint itt 66.000 dollár környékén, hogyha inten megindulna egy korrekció, akkor a múlt hétnek az irányító forgalmi szintje az egy teljesen racionális célár lehet, nem biztos, hogy ezt meg is látogatjuk, de minden esetre, hogyha a medvék belépnek itt ebben a felső sávban, akkor azt hiszem, hogy ez a 67.000 és 66.000 dollár közötti szín, ez egy egészen racionális célár lehet, de menjünk a konszenzió trend szerkezetre, mert főleg amiatt jártok ide, gondolom én ezekre a rövid kis napi videókra. én well, famously said, I'm be buying the top forever. Itt látjátok a táblácskámat, a mai reggel én 7 per 9 rendszerkezetet jelölök meg a Bitcoin piacán, ami azt jelenti, hogy a konszenzió dinamikus pozíció allokációs rendszerben az elméleti maximum 9 kitettségből jelenleg 7-nek a fenntartása indokolt, ez pedig a következőképpen néz ki, hát a hetes es csártot gondolom nem kell magyarázni, teljesen intakt, longos trend, a minta magas mozgóátlagot azt itt felejtette a Bitcoin valahol 45 ezer dollár környéken, a mozgó egyértelműen longos elrendezésben vannak. Ez egy long 3-as trendszerkezet, ami 3 per 3 kitettségnek a fenntartására ad nekünk indikációt. Azt látjuk, hogy itt 69-70 ezer dollár magasságában rendezvúzni készül a két rövid mozgó tehát a következő hetekben ez azt jelenti, hogy amennyiben e fölött látjuk a bitcoinnak az árfolyamát, akkor tartható egyértelműen ez a long 3-as trendszerkezet és a 3 per 3-as kitettség itt a hetes idősávon. Háromnapos Bitcoin grafikon visszakaptuk a 3 per 3 as kitettséget, itt ebben a gyertyában már a rövid mozgóátlag ismét fölment a közepes mozgóátlag fölé, a előző gyertyában pedig zárásra konfirmálta ezt a struktúrát a Bitcoin, úgyhogy gyakorlatilag visszakaptuk itt háromnapos napos is a Long 3-as rendszerkezetet, úgyhogy egy pozíciót én itt vissza is építettem ma reggel, illetve beadtam megbízásokat, majd meglátjuk, hogy visszaépülnek-e. Tök jól néz ki itt is a trend szerkezet. itt volt egy befejezett mean januárban, azóta töretlenül megy felfelé a bitcoin, és a két rövid mozgóátlag az néha így összecsavarodik, de a minünket a magas mozgóátlagot 57 ezer dollárnál hagytuk, és bőven-bőven felette 70 ezer dollár magasságában jár a bitcoin, úgyhogy ez egy nagyon szép, bikás trend szerkezet, és jelenleg a long 3 miatt 3 per 3-as kitettséget indikál nekem a bitcoinnak a piacán. Egy napos bitcoin grafikon, itt a tegnapi nap már visszakaptuk a long 1-es kitettséget, tudnilik a három periódusos mozgó átlag megérkezett a 30 periódusos mozgó fölé, és úgy látszik, hogy a mai nappal a 7 periódusos mozgó átlag is ismét beköszön a 30 periódusos mozgó fölé, tehát ma reggel még long 1 az indikáció, az egy pozíció méretnek a fenntartását indokolja a lehetséges háromból, viszont amennyiben ilyen szépen mozog a bitcoin, és 69-70 ezer dollár fölött tudunk maradni a holnapi napra, akkor ezen az időságon is visszakapjuk a long 3-as ami arra fog utalni, hogy a bitcoin piacán ismét egy 9 per 9-es teljes ilyen terített durtmarssal fogunk tudni utazni a következő napokban. 65, a bitcoin. Bitcoin depresses me. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyit ma reggel röviden a bitcoin piacokról. Remélem, hogy továbbra is szeretitek ezeket a rövid kis reggeli bitcoin szösszeneteket, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben ez így van, akkor tudjátok, holnap reggel én ismét itt leszek. Gyertek ti is, addig pedig szép napot és jó kereskedést nektek. Sziasztok!